A múltkori, a pillérek fejezetben sorra vettük Doknányi és Bartók legfontosabb és legsikeresebb tanítványait. A Székely tanítványokkal és magával Székely Arnolddal azonban adósak maradtunk. Kezdjük most velük. Székely eredetileg ügyvédnek készült, majd a zenei pályát választotta. Tománnál, majd később Berlinben Buzóninál tanult, vagyis egy másik Liszt tanítvány iskoláját is kijárta. 1907 és 39 között a Zeneakadémia tanára, a 40-es években a Fodor Zeneiskola oktatója. 48-ban zongora pedagógiai előadást tartott Párizsban, 51-től haláláig pedig Kanadában élt, ahol előadó művészként és pedagógusként tevékenykedett. Székely Arnold tanítványainak sorát kezdjük Solti Györggyel, aki akárcsak Reiner Frigyes, Szél György vagy Doráti nem zongoristaként, hanem dirigensként futott be hatalmas nemzetközi karriert, és akit a világ 1972-től Sir George Solti néven tanult meg tisztelni. Aztán 1942-ben beneveztem a Genfi nemzetközi zongora versenyre. Eljutottam a döntőig. Körülbelül egy órával korábban érkeztem, és a művész szobába mentem. Volt ott egy zongora, gondoltam, bemelegítek. Soha nem volt államkodta, úgy éreztem, nincs rá szükségem. Gyakoroltam egy ideig, aztán érkeztem a 110-es Beethoven szonátához, amiben van egy fúga. És ez a fúg. Ahogy belekezdtem, hogy bemelegítsem az ujjaimat, szötelen fogalmam sem volt, mit kellene játszanom. Nem jutott eszembe a darab, borzasztó volt. Újra nekifutottam, egyre gyorsabban játszottam, mert nagyon ideges voltam. Nem emlékszem. Teljesen pánikba estem. Az igazi szólt, hogy én következem, menjek a színpadra, rajtam a sor. Végül mégis el tudtam játszani. Valami csoda folytán mind a négy darab eszembe jutott, megnyertem a versenyt. Kentner Lajos, vagy ahogy külföldön ismerik, Louis Kentner, 1906-ban született, és 15 éves korában már koncertező művésznek számított. Különösen Chopin és Liszt játékával aratott jelentős sikereket. Bartók második zongora versenyének magyarországi, a harmadiknak európai, londoni 1946-os bemutatója fűződik nevéhez. 1935-től Londonban élt, és szóló, valamint kamara koncerteket adott. Leghíresebb szonáta partnere Yehudi Menuhin, felesége egy ideig Kabos Ilonka volt. Bámulatos zenei memória és teherbírás jellemezte, már a Budapesti Zeneakadémián kedvence volt több tanárnak, többek között Kodály Zoltánnak és Weiner Leónak, aki talán egyedül neki nézte el, ha a tanítványok közül vitába szállt vele. Sebők György Szegedről került Budapestre, és Székely Arnold mellett Kéri Szántó Imrétől is tanult zongorázni. 1957-től Párizsban élt, 62-től pedig az Egyesült Államok beli Bloomington Egyetemének lett megbecsült tanára. Nagyon sokat tanultam zongoratanárjaimtól, Székely Arnoldtól és Kéri Szántó Imrétől. Mind a kettő Tomán Istvánnak volt a növendéke, aki Liszt növendék volt. Így aztán magán növendéke lettem Weingartennak, aki akkor Pestre költözött. Ő Emil Szalárnak volt a növendéke, aki Lisztnek a növendéke volt. Úgyhogy ilyen kétszeres áttétellel mondjuk volt egy egyenes vonal Liszthez.
mint pedagógus is igen jelentős volt, hiszen világszerte rengeteg mesterkurzust tartott. A mai magyar zongoristák közül pedig többek között Csaló Gábor és Nagy Péter is hozzájár. Szegedi fiú volt, és amikor Pestre fölkerült, ő a konzervatóriumba tanított eleinte, és aztán a Zeneakadémiára bekerült, de valahogy nem volt kedve az akadémián tanítani, és inkább visszament Szegedre. És amikor kiment végül Párizsba, pillanatok alatt egy egész különleges karriert futott be, az Erato lemezcég sorra vette föl vele a lemezeket, szólóban is, Starkerral is. A Gyuri nem szeretett ilyen tündöklő fényben lenni, és valahogy ez se konveniált neki, ez a párizsi élet, és inkább leköltözött Limózsba. A tanítás fantasztikusan érdekelte, de ő párhuzamba hozta a kettőt, és ugyancsak Starker hívására kiment Bloomingtonba, és ott egy óriási nevet szerzett magának. Svájcban volt neki direkt egy ilyen Ernánban, ahol azt hiszem, hogy talán Ernánt el fogják nevezni Sebőkvillnek, vagy valami minek, mert tényleg ő volt a díszpolgára, és oda zarándokoltak az emberek. Tényleg imponálóan zongorázott. Tehát az, hogy minden ott volt, volt egy rendkívül erős intellektus mindig a mögött, amit csinált, egy rendkívül jó értelembe vett tudatosság, tehát ő mindig tudta, hogy mit csinál, és érdekes volt. Érdekes volt, és a megoldások frappánsok voltak mindig. És ez tényleg a szék szélén ülve hallgattam mindig. Egy ilyen perfekcionista volt, de mondom, jó értelemben, tehát nem technikailag is, és zeneileg is, és elképzelésben is. És hogyha megkérdeznek, hogy hát mondjak a kollégák közül egy valakit, aki azt mondom, hogy a par excellence intellektuál, akkor ez ő volt. Utolsó ma felidézett székely tanítvánnyal, Földes Andorral pedig, aki 1932-ben végzett Dohnányinál, de már 29-ben debütált Bécsben, aztán 1940-ben New Yorkban telepedett le, már fordulunk is mai fő témánk felé. És nem csak azért, mert a zongorista karmester Földes 48-ban visszatért Európába, és 58-tól 65-ig Walter Gieseking utódaként mesteriskolát vezetett a Saarbrückeni főiskolán, vagyis kimondottan zongora pedagógus is volt egyben, hanem azért is, mert a Zongoristák Kiskönyve című zongorajátékosoknak szánt gyakorlati kézikönyve olyasfajta praktikus útmutató gyakorláshoz, amelyet a nagyszendi tanítványok is szép számmal írtak. Miután a Zeneakadémia épületében vagyunk, abban az épületben, amely Liszt Ferencről van elnevezve, és ahol
Kubai, Dohány, Bartók és Kodály tanítottak, működtek, éltek. Ezeknek az embereknek a növendékei csak jók lehetnek. Bartókot 16 éves korom óta ismert, 1929-ben találkoztam vele először, és élete végéig sokszor voltam vele együtt, legtöbb zongoradarabját vele tanultam, és különösen élete 5 utolsó évében amerikai tartózkodás alatt nagyon gyakran találkoztunk. Második zongoraversenyét kb. 50-szer játszottam eddig. Én mutattam be New Yorkba 1947-ben, és azóta Tokióban, Buenos Airesben, Johannesburgban, mindenhol Európában, Ausztráliában játszottam, és majdnem összes szóló zongoraműveit pedig hanglemezre vettem fel. 1956-ban Párizsban ezzel meg is érkeztünk mai főtémánkhoz, a másik törzs, a Szentdiág nagy képviselőihez. Miért mondom, hogy másik törzs, amikor ugyanarról a lisztfáról, tehát ha úgy veszük, ugyanazon fa egy másik elágazásáról van szó? Mert jelezni szeretném, hogy egy-két kivételtől eltekintve, mint Kabos Ilonka esetében, akit kiváló előadó művészként is számon tartanak, ma főleg zenepedagógusokkal fogunk foglalkozni. Olyanokkal, akiknek az volt elsődlegesen fontos, hogy hogyan, milyen metódusokkal, milyen technikák segítségével lehet a jövendő nagy zongoristáit kinevelni. Braun Paula 1881-ben látta meg a napvilágot, és 1945 és 62 között tanított a Zeneakadémián. Fontos pedagógiai kiadványának címe Előtanulmányok naponta használatos gyakorlatokhoz. Fodor Ernő, aki még korábban 1878-ban született, és 1903-ban hozta létre a Fodor Zeneiskolát, amely kezdetben az akadémiai előkészítőként működött, lényegében nem egy zongora pedagógiai kiadványa, hanem egy évtizedekig kiválóan működő intézménnyel járult hozzá a leghasznosabban ahhoz, hogy muzsikusok százait képezzék a legmodernebb módszerekkel, a legkiválóbb tanárok irányítása mellett.
A következő nagy tanár egyéniségről, Tóth Árpádról, Veszprémi Lili zongora történeti könyvében ezt írja. Magyarországon Tóth Árpád foglalkozott tudományos alapon és a legbehatóbban a természetes játékmóddal, a zongora technika összes lehetséges funkcióival. Nos, mára már talán elég kevesen ismerik Tóth Árpád nevét, a halhatatlan nyugatos költőjét persze annál többen, de csak azért van így, mert Tóth Árpád csak a szakma szűkebb berkeiben volt ismert. Idő előtti halála megakadályozta elmélete hiánytalan közreadásában. Tóth tanított a Nemzeti Zenedében és a Fodor féle zeneiskolában, és a legkitűnőbb zongoratanárok csoportosultak köré. Kálmán György, Kovács Sándor, Szentmirén, Varró Margit. Kovács Sándor az úgynevezett zenepszichológiai irány képviselője volt hazánkban. Vele nem csak azért érdemes kicsit részletesebben foglalkoznunk, mert ő volt az első, aki a pszichológiát belevitte a zongoratanításba, hanem azért is, mert ő volt az első modern értelemben vett zenetudós. Ő is több pedagógiai művet tett közzé, én azonban most csak Hogyan gyakoroljunk című kötetéből idéznék, mert talán ebből láthatók legtisztábban Kovács elvei. A személyiség alakítható, mondja. Alakítása tőled magadtól függ, te tűzheted ki az átalakulás célját. Alakíts tehát művésszé magad. Ám de a jelentékeny művész csak jelentékeny ember lehet. Alakíts magad jelentékeny emberré. Nem minden emberből lehet zongorás, de minden zongorásból lehet ember. Különb ember különbül játszik. De mielőtt további tanítási elveket vizsgálnánk, kanyarodjunk egy kicsit vissza az előző részben felvetett csodagyerek effektushoz. Amíg minden tanítvány egy doknányi, aki komplett partitúrákat jegyez meg örökre, lényegében egyetlen elolvasással, egy Bartók a maga egész évszázadát befolyásoló zeneszerzői hátországával, egy nyíregyházi, egy Dániel Ernő, egy Faragó, egy Cifra, hogy csak néhány csodálatos képességű gyermeket említsünk meg, addig valóban elég egy művet egy zseniális tanárnak, egy zseniális előadónak előjátszania. És a növendék már is érti, hogy miről van szó. De vajon hogyan működik mindez átlagos növendék esetében? Doknányi, mára ez már nem kérdéses, korának egyik legnagyobb pedagógus egyénisége volt. Egész zongora művészi felfogásunkat Doknányitól vettük át, tőle tanultunk, írta róla Kálmán György, és joggal. Varró Margit, a Szentdiág egyik legnagyobb hatású zenepedagógusa azonban hozzáteszi. De ne legyünk igazságtalanok, módszer nélküli tanításban boldogulni nem lehet. A közvetlen tanításra szükség van. Kell a kertész keze, hogy a palántát nevelje, erősítse. Egy nagyművész kivételes hatása azonban néha kiegészítheti a munkát úgy, ahogy az alkalmas pillanatban kisütő nap a kertész munkáját. Varró Margit, aki tanárom volt 10 éven keresztül, nagyon szerette ezeket a kis cserni gyakorlatokat. Cserny Beethovennak volt tanítványa különben, és olyan gyakorlatokat írt, 168 taktusos kis gyakorlat, ami arra jó, hogy az bármilyen probléma keletkezett egy darabban, erre mindig volt egy példa ezek között, a kis gyakorlatok között, és azt felhasználtuk arra, hogy ne a darabba gyakoroljuk, hanem már csak előzőleg hozzászokjunk. És különben is arra is nagyszerű volt, hogyha valaki rossz technikával érkezett a tanárhoz, ezekkel a kis etüdőkkel át lehetett őt tanítani könnyen, lazaságra, szép tónusra, ritmusra, kifejezésre. Erre mindenre jó volt. Itt Ledger olyan, ez egy könnyű játék, az van az egyik kézben, és a másik kézben pedig csak egy ilyen karmozgás. Most van egy csuklójáték egyik oldalon, és karmozgás a másik oldalon. Ezek
A mozgások hozzásegítenek mindjárt a frazírozáshoz is. Miben lehetne összefoglalni az ő tanításának lényegét? Talán azt lehetne mondani, hogy Tóth Árpád és Kovács Sándor módszereit továbbfejlesztve alakította ki sajátját. Ő volt az első, aki síkra szárt azért a tanítási módszerért, amelyet ma komplex módszernek nevezünk, és amelynek veleje, hogy a tanár a zenén keresztül nevel. Ő szögezte le, hogy a zenetanárnak ismernie kell növendékeinek zenei adottságain kívül azok szellemi és fizikai alkatát is, hogy minden tanárnak pszichológiai műveltséggel is rendelkeznie kell, ismernie kell a gyermekkor lélektani sajátosságait, de fel kell készülni a serdülőkor váratlan megnyilvánulásaira is. Azt hirdette, hogy a zenetanítás nem foglalkozás, hanem hivatás, mozgatója pedig ugyanaz a közlési vágy, mint az előadó művészeké. Etikája az ember szeretete. Varró Margit 1978-ban, élete 97. évében, Chicagóban csendesen elavult. Azt hiszem, hogy ha én még most majdnem 85 éves koromban aránylag jól tudok zongorázni, akkor azt is a Varró Margitnak köszönhetem. Thank you.
A Liszt dédunokák elnevezés. Emlékeznek szimbolikus családfánkra. Lisztnek fia Tomán, annak fia Dohnányi, kinek fia zongora történeti sorozatunkban Faragó Györgyöt és Cifra Györgyöt fogja jelenteni. Mivel pedig esetükben is valódi, csodás képességekkel megáldott gyermekemberekről lesz szó, nem csoda, hogy fényes talentumuknak már a 10-20-as években tanújelét adták. Faragó György 1913-ban született, és egyike volt a Dohnányi és Bartók utáni nemzedék legnagyobb tehetségeinek. Korai halála valószínűleg egy világkarriert tört derékba. Faragó György zenekedvelő családban született, anyja Rejszki Emma a Liszt növendék akházi tanítványa volt, és képzett zongoratanárnő. Ha úgy vesszük, a kis Faragó Gyuri, aki a személyzeti szobába oson majd eljátszotta azokat a Bach prelúdiumokat, amiket épp az előbb hallott, már 5-6 éves korában Liszt dédunoka volt, csak éppen egy másik ágon. Már 6 évesen a Nemzeti Zenedében tanult, majd kisvártatva átment a Zeneakadémiára. Itt Szendi Árpád hangolta meg, aki el volt tőle ragadtatva. Nézzük, milyen fantasztikus ajánlásokat kapott szinte minden tanárától. Dohnányitól, a szeretve tisztelt mestertől 1937-ben ilyet. Faragó György zongoraművész, mint egyik legtehetségesebb növendékem, vezetésem alatt fejezte be zongora tanulmányait. Nevezett szép, virtuóz karrier előtt áll, ezért legmelegebben ajánlom és támogatom fellépését a legnevesebb művészek sorában. Dohnányihoz még csak annyit, hogy a mester kedvenc tanítványát utódjának, helyettesének tekintette, és nem ritkán együtt is koncerteztek, és méltán, mert Faragó pianista tehetsége Dohnányihoz volt hasonlítható. De egy pillanatra ugorjunk vissza még az időben, amikor a kis Faragó, amellett, hogy kitűnően tanult, futballozott, bridgelt, sakkozott, és nagy tehetségű gyermekszínész volt egyben, mert így talán jobban megértjük, hogy minden kortársa miért beszélt rajongva Faragó Raffaellói, vagy ha tetszik, Mozarti könnyedségéről és teljességéről. Thank you.
Elismerés, honi elismerés hátán, aztán elkövetkezik az 1939-es nagy kiugrás, a Fauré verseny, amelyet több kiváló francia pianista előtt, a többek között Richard Strauss, Mali Piero, Emil Sauer, Margaret Long nevével fémjelzett zsűri ítélete szerint Faragó György nyert meg. Ez az a pillanat, amitől fogva a világkarrier nem ígéret, hanem bizonyosság, és ez az a pillanat, amihez képest alig több mint 5 év múlva Faragó György halott. És ami megmaradt, Beethoven bagatell, Chopin nocturne és Schubert impromptu mellett Scarlatti, Debussy, Fauré és Faragó művek. Tehát túlsúlyban nem német zene, és magát a zongorázást is a könnyed, áttetsző, latinos hangzás jellemzi. Faragó zongora hangja e rossz minőségű felvételeken is karcsú, olykor kimondottan csembalószerű, például sohasem mos össze foltár részleteket, minden hang gyöngyözően egyenletes, kijátszott. Mindez Faragó tehetségében Mozarti múzsát sejtett. Faragó György, majd Böszörmény Nagy Béla egyik legnevesebb tanítványa, Becher Mihály volt, aki 1956-ban második díjat nyert a budapesti Liszt-versenyen, majd bejárta Európát, de Kínában és Japánban is koncertezett. Szólistaként és Kovács Dénes kamara partnereként rengeteg lemezőrzi játékát. Remek növendékek sorával dicsekedhet ő is. Becher gyermek, vagy ha úgy tetszik, Faragó unoka volt Falvai Sándor, Gulyás István, Keveházi Gyöngyi, Dráfi Kálmán. Faragó György ikercsillaga a magyar zongorajátás egén kétségkívül Cifra György volt. Pedig zongorajátékukban, származásukban, egész életpályájukban mennyi, de mennyi a különbség. De indulásokat tekintve körülbelül egyszerre, ha nem is egy bokorban termettek. Riválisok voltak, nem csak azért, mert Dohnányi Faragó mellett Cifrát tartotta a legtöbbre, hanem mert a fiatal Cifra így érezte, szinte szívbe markoló, ahogy az Ágyuk és Virágok című önéletrajzi írásában Faragó haláláról ír. Az az átkozott osztálykülönbség, az áthatolhatatlan határ, amely megakadályozta, hogy barátok legyünk. Ezen az éjszakán, már tudnélik a lengyel fronton, megfogadtam magamban, hogy soha nem engedem meg többé, hogy az őszinte csodálaton kívül mást is érezzek az olyan emberrel szemben, akinek érdemei és művészi képességei felülmúlják az enyémeket. Gyermekkoromban sajnos nem volt alkalmam ennek a különlegesen tehetséges ifjú zongoristának barátságát megszereznem. De mi volt az az osztályhatár, amiről Cifra György írt? A szegénység. Cifra György élete első felét elképesztő szegénységben élte le. Miután apját kiutasították Párizsból, ahol kávéházi zenészként él családjával, Cifráék egy angyalföldi barakban tengették életüket. Persze a csodagyerek képességeit elég hamar felfedezték, és Dohnányi felvette az akadémiára. Máshonnét nézve olyasmi volt, ami életre szóló előnyhöz juttatta ezt az óriási képességű zongorajátékost. Az előbb Faragó György esetében tréfálkozva említettem, hogy Akházinál tanult anyja révén kétszeres Liszt dédunoka lett.
Cifra azonban, és ezt ne tessék már lehetőség játéknak venni, cigány származása révén valami olyan ősit hordott a vérében, a zsigereiben, amihez Liszt is nyúlt, tanult. Gondoljunk csak a Magyar Rapszódiák impozáns sorozatára, amelyben az ősatya felemeli ezt a fajta cigányzenét a romantikus karakterdarabok szintjére, és bevezeti a hangversenyterembe. Nos, ebben az értelemben talán Cifra volt a magyar zongoristák számos generációjából az egyetlen, aki mintaképét közvetlenül Liszttől, magától vette. A Magyar Rapszódiák Cifra játékában víziókká nőnek, a bennük felsorakoztatott zongoratechnikai elemek interpretációjában a mű kompozitorikus, lényegi részévé válnak. A zseniálisan megragadott tempók azonnal karaktert kölcsönöznek a fűzérszerűen egymás mellé rakott anyagoknak, és azok a villámgyors reakciók, amelyek Cifra bámulatos manuális adottságainak köszönhetők, állandóan ébren tartják, feszítik az érdeklődést. Szórakoztató csodazongorista, mély és rendkívül érzékeny művészlélek volt, aki a remek művek irányában éppen olyan felelősséget érzett, mint az őt figyelmével megtisztelő közönség felé. Cifrát, aki hosszú ideig élt szórakoztató zenészként, sokszor tekintették egyfajta szuper szalonzenésznek, virtuóz, vagy éppen romantikus miniatűrök mesterének. Ez azonban igazságtalan. Nagyon élénken emlékszem az első találkozás a Cifrával, mégpedig egy Gilles koncert után. Emlékszem, a Liszt Hamba szonátát játszott, és a 24 Chopin prelüdöt. És hát tényleg én
akkor hallottam a legnagyobb zongoratechnikát megvalósulni a szemem előtt, amit valaha hallottam. Ugyanakkor nem szerettem a koncertet. Valami nekem hiányzott, és nem tudott meghatni. És ha valaki a Liszt-Számos Szonátát és a Chopin Preludiumot nem tud meghatni, akkor az már nekem elég. De technikailag teljes mértékben a lábai előtt hevertem, és utána barátommal beültünk egy eszterszóba a Margit híd, Pesti hídfőjénél, és mondom neki, hogy hát szóval ez elképesztő, hogy valaki így zongorázzon. Azt mondja, jó, hát engem ez sem hat meg, mondja a barátom, mert hát én ismerek valakit itt Budapesten, aki jobban zongorázik. Na mondom, ne hülyeskedj, hát miket beszélsz te itt? Hát azt mondja, igen, hát akarod, meg te is meghallgatom. Hát azt mondja, Cifra Gyuri, ki az a Cifra Gyuri? És hol van? Hát azt mondja, hát a Kedvesbe zongorázik, ha akarod, az egy ilyen éjszakai. És abban a pillanatban rohanunk a Kedvesbe, és hát tényleg, sose felejtem, mert belépünk oda, a dohányt is minden, és valóban hallok valami elképesztő négykezes zongorázást, csak nem tudom, hogy ki a másik, mondom, mert a Cifrán kívül ki van mi itt még zongor, és az senki. Mondom, na, de hát itt négykezes vagy két zongorán játszik. Azt mondom, egy zongora van, és egy zongor. Mondom, most hagyjuk ezt, ne. Bemegyek, és valóban erről volt szó. Ez így van, ez most nem semmi túl költői, ez így van. És akkor tényleg, hát nem tudtam hinni a szememnek, nem csak és a fülednek, nem csak az, hogy tényleg olyan, hát olyan gyorsan zongorázott, hogy nem tudtam, hogy mit zongorázik. Hát azért egy zongoristának valaki úgy tud zongorázni, egyszerűen nem tudtam, hogy ez most mi oktát, ez valami elképesztő boszorkás gyorsaság. De amellett az is, hogy valami olyan tűz volt benne, és valami olyan elektromosság, hogy tényleg az ember torkon akadta, és a harmadik, hogy bármire azt mondja, na, Tomcsi, mert rögtön már erre Tomcsizott, ugye, mert a barátom bemutatta, hogy jó börtön társ, és Tomcsi, mit akarsz, adjál nekem egy témát, és akkor mit tudom én a Kék Dunakering, akármit, vagy egy Verdi árját, és akkor ő arra improvizált, amennyit akartál, variációkat a legelképesztőbb módon. Na, és akkor ezt hallva, hát aztán attól kezdve, hogy állandó látogatója lettem a Kedvesnek, és hát a Cifra is eljött engem meglátogatni a Kreszgéde utcába, ami hát belekerült egy néhány üveg vodkába, amit el is fogyasztott. Én nem tudom, de valami embertelenti tömegű alkoholt. Ugye a végén, már reggel 7 óra fele, nagyon békés szomszédaink voltak, akik nem szóltak ezért, mert ő végig zongorázott, és hogy reggel 7 fele, akkor már ki tudtam venni, hogy milyen gyorsan, miket zongorázik, mert azért már annyira lelassult a vodkától. És mondom, akkor aztán én a magam oldalán elindultottam a propagandát, és beszéltem, hogy a Cifra, hogy itt van ez a csoda, és ezt meg kell hallgatni, és akkor aztán innen jött ez, amikor közelett a Ferenc is a maga útján felvezetett. De hát ez akkor volt egy előző élete a Cifrának, amikor a fiatal Cifra először előjátszott a Dohnányinak. Ezt is persze csak olvasásból tudom, hogy Dohnányi egész meg volt döbbenve, hogy ez egy micsoda, egy világrengető tehetség, és nem csak, mint technika. És én arra is világosan emlékszem, amikor azt a bizonyos Bartók második zongoraversenyt a forradalom előestén játszotta az Erkel Színházba, akkor én még nem ismertem a Bartók második zongoraversenyt igazából, de az volt az érzésem, hogy ez valahogy nagyon jó volt. És a legnagyobb meglepetésemre láttam egy CD-n, hogy ez a felvétel megjelent. Egy nyilván egy ilyen kalóz felvétel alapján, de az EMI jelentette meg. A hangkvalitás nem a legjobb, de meg voltam döbbenve, hogy milyen nagyszerűen játsza, és nem csak technikailag. Szóval ez a Bartók második zongora verseny volt. Emberfeletti zongora technikai képességeiről Kró György írta egy budapesti Cifra koncert után 1982-ben a Mikrofon előtt című könyvében, amelyből még többször fogok idézni. Az ő technikája, teljes zongorázása a Pallas Athéné jelenség, mintha teljes fegyverzetben pattant volna ki teremtője fejéből. Ahol mások nekifutásból ugranak mondjuk majdnem 2 méter, ő ott helyből ugrik 2,5-et, és közben még a hajtincse sem mozdul el.
Az ember minden porcikájával érzi, hogy rendkívüli jelenség, hogy egyedülálló produkció részese, élvezője.